Először jött az FYE1. Aztán jött az FYE2. Aztán jött az FYE3. Aztán szerintem a 4, bár a 4-ben nem vagyok biztos, mert arra konkrétan semmit nem hallottam. És most itt tartunk. FYE5. Egy nagy kapszula. A BWFYE5, a Blitzwolf jelenlegi legújabb, teljesen vezeték nélküli fülhallgatója. És ha felnyitjuk egy kis kupakot, akkor látjuk, hogy ott vannak bent a fülhallgatók. Ezt én mutogathatom nektek, most ebből is semmit nem látok, de itt van, erre van a bíró! Nézzétek, de szép felvételek! Wow! Ugye de jól néz ki? Mert szerintem igen. Szóval, mint egyik legfontosabb tulajdonsága, egészen jó mágneses kis kupakja van, bár kinyitni borzalmasan nehéz. De mondom, az ilyen dolgokért tud azért kárpótolni a hang. Hallgassátok? Mi ez, ha nem csoda? Szóval a fülhallgatónk egy viszonylag rohadtul kicsi kis dobozkában érkezik, és ez tök összintesek jóval kisebb, mint az előzők, amiket láttam tőlük, illetve inkább úgy mondom, hogy jóval kisebb, mint bármi, amit eddig láttam, ami nem feltétlenül egy jó dolog, és most ezt ki is fejtem. Vezeték nélküli technológiának van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy nem lehet vezetékről használni őket, hanem muszáj, hogy aksi legyen bennük, szóval minél kisebb valami, annál kevesebb akkumulátor fér el benne. Viszont ez egy viszonylag tömör cucc, így méretéhez képest egészen nagy súlya van, ami engem arra enged következtetni, hogy azért pakoltak bele egy kis kurázsit, ami akkumulátor üzemidőt illeti, és ezt onnan merem mondani, mert a kis könyvében az van beleírva, hogy ha zenét hallgatunk, akkor 2,5-3 órán keresztül fog nekünk zenét adni. Én ebből olyan 2-2 és felett tudok igazolni, nekem ez volt így, de én jó hangosan hallgattam ilyeket a zenét, mert kezdek süketülni egyébként. A töltő tok pedig 2,5-3 alkalommal tudja visszatölteni beléjük ezt a cuccot. Tehát összesen olyan nagyjából 8-8,5 óra üzemidő van ebben a kis package-ben, ami baromi jól hangzik egyébként. Ami nem nagyon hangzik jól, hogy a füleseknek a töltése lassú, és amikor azt mondom, hogy lassú, akkor azt komolyan gondolom, leírás alapján 2 órán keresztül tart feltölteni a kis fülhallgató részt. Ami nem egy gyors töltés. Hogyha kiindulunk abból, hogy a Samsung, vagy a Honor, vagy az Apple milyen vezeték nélküli fülhallgatókat gyárt, és hogy azok gyakorlatilag úgy töltenek, mint a villám, hát ez elég messze van azoktól, ugyanakkor vitatkozhatunk azzal, hogy melyik mennyibe kerül, és teljesen jogos egyébként. Ez az egyik dolog, amit feladunk azzal, hogy nem fizetünk érte annyit, mint azokért. A használata nagyon egyszerű, kivesszük őket a dobozból, és abban a pillanatban, hogy kivetted, elkezd világítani rajta a kis karika, és akkor berakhatjuk a fülünkbe. Oh. Szóval a dolgokat, amiket hallunk, kiveszik mind a kettőt ugye a dobozból, akkor elkezdenek kéken világítani. Berakjuk a fülünkbe, mind a két oldalra, mondja Connected Left Channel, Connected Right Channel, és Second Device Connected. Ez azt jelenti, hogy a bal csatorna csatlakozott a telefonodhoz, a jobb csatorna csatlakozott a telefonodhoz, valamint az egyik érzi, hogy a másik is csatlakozott, és innentől kezdve szinkronban vannak. Ennélkül a lépés nélkül, igen, felveszem. Ennélkül a lépés nélkül a zene az vagy csak az egyik füledből szólna, vagy eltérve, ami eléggé kellemetlen lenne, nyilvánvalóan ezt nem akarjuk. Szóval most előveszük is telefonunkat, és megnézzük, hogy szól. Igen, egyébként én már párosítottam. Alapvetően, hogyha nem lenne semmihez párosítva, akkor berakjátok a fületekbe, és megkeresítik a Bluetooth menüben, mert alapból párosítással indul, ha nem találja meg az eszközt, amivel eddig még csatlakozva volt. Az a probléma, és ez nem egy probléma, csak ebben a helyzetben, hogy a fülhallgatók nagyon jól szigetelik egyébként a külső hangot, így nem nagyon tudom megállapítani, hogy pontosan milyen hangosan beszélek, viszont szerintem nekem azért már van annyi gyakorlatom így kamera előtt, hogy tudjam, hogy ez ugyanaz a hangerő, mint amivel általában szoktam beszélni, szóval kezdjük is azokat a muzsikákat. Mit tettem?
gyors közelről hallgatós teszt után arra is rájöhettünk, hogy míg az AirPods borzalmasan sok hangot ereszt ki a külvilágba, ennél fogva rengeteg hangot is enged be a fülünkbe a zene mellett, a Blitzwolf fülhallgatója szinte teljesen blokkolja a befelé és kifelé áramló hangot, ezzel a hangot csak nekünk őrzi meg, és elszigetel minket a külvilág zajaitól. ASMR videó Balázssal. Szóval, tudjuk, hogy jól szigetel, és nem csak, hogy jól szigetel, de jól is ül a fülben. Talán ez a legjobb ilyen fülbe illeszkedés, amit eddig tapasztaltam ilyen fülhallgatóktól. Nyilvánvalóan az AirPods nagyon jól ül a fülemben, nekem tökéletesen megfelel, ezért szeretem annyira, és ezért nem halljátok tőlem azt, hogy ja igen, nekem nem felel meg, mert nekem pont megfelel. Tudom, hogy van egy rakat ember, akinek egyszerűen nem illik bele a fülébe. Ez egy szerencsétlen dolog. Ugyanilyen módon egyébként nekem egészen jól ült a fülembe a Honor Flypods, viszont, hogyha visszagondolok az előző generációs Blitzwolf fülhallgatókra, akkor ezek ilyen nagy izék, és kilóg a füledből, mondjuk ez pont a másik fülembe megy. Nem tudom, hogy nem érzed azt, hogy benn van a helyén, olyan érzésed, hogy így kilóg, pedig nem lóg ki, de mégis kilóg, és zavar. Meg tudom mutatni, hogyha berakom a fülembe ennek a jobb oldalát, akkor az benn van. Nem, egyáltalán nem lóg ki, nem egy nagy tömb, hanem illeszkedik a fülemhez, és bárhogyan lököm meg, nem megy arrébb. Tökéletesen bennmarad, és hiába rázom a fejemet, nem fog kiesni, ami egy tök jó dolog. Hogyha így egyfüllel használjátok, akkor egyébként monóra konvertálja a zenét, csak úgy, mint ahogy egyébként az AirPods is. Na, de ez mind szép és jó, beszéljünk arról, hogy pontosan milyen hangja van, és a legelső dolog, amit észrevettem, és leginkább úgy mondom, hogy meglepődtem rajta, az, hogy nincsen valami irgalmatlan, ótvar, brutálisan erős, túlnyomott basszusa, ami egyszerre volt egy kellemes meglepetés, és egy hatalmas rácsodálkozás a termékre, tekintve, hogy mondom, agybadugós lesz, ugyanúgy, mint az összes eddigi, valószínűleg akkor a basszus jó lesz, de nem lesz annyira tiszta a magas, meg hasonlók. De pont elfelejtettem, hogy a Blitzwolfnak miért is szerettem annyira a fülhallgatóit. Annak ellenére, hogy agybadugós, tehát ugye nem túl kényelmes számomra, de függetlenül nagyon sokat hordtam őket magammal, és nagyon sokat használtam őket, mivel nagyon szép, tiszta hangjuk van. Nincs az az idegesítő, egymásba folyó hangszerek, hogyha zenét hallgattok, nincs az, hogy ha több dolog szól egyszerre, akkor valami eltűnik a háttérben, hanem úgy le tudja adni azt, amit le kell neki adnia, és én ezért baromira szeretem egyébként még mindig ezeket a fülhallgatókat, és most ez sem egy kivétel, sőt, ez szerintem még egy kicsit kiegyensúlyozottabb, mint az előző kettő, amit próbáltam. Erről csak azt tudom mondani, hogy a hang az kellemes mélyeknél, kellemes közepeseknél, kellemes magasoknál, max hangerőn egy kicsit veszít a basszusából, de nem kell max hangerőn hallgatni ahhoz, hogy eléggé hangosan, élvezhetően hallgassunk rajta zenét, nyilvánvalóan. Illetve, mint ahogy mondtam, tehát még csak azért sem kell fölhangosítanunk, mert mondjuk megyünk az utcán és nem halljuk a utca zajtól, mert baromi jól szigetel. Na már most, van nekünk még egy olyan dolgunk, amit meg kell néznünk, hogy ennek milyen a mikrofon minősége, ugyanis szerintem ezeken van mikrofon. Jelenleg azt a hangot halljátok, amit az FYE5-ös fülhallgató produkál, hogyha beszéltek egyébként mondjuk telefonhívás közben vagy hasonló közben. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok megállapítani, hogy ez mennyire jó. Van egy ilyen arany standardunk, ami egyébként az AirPodsnak a hangja, ami szintén nem egy stúdió mikrofon minőség, ezt nem is kell elvárnunk tőle, Bluetooth-on keresztül átirányított hangfelvétel, az mindig is csúnya lesz, és sosem fogja elérni azt a szintet, basszus, úgy érzem, hogy tényleg normális minőségű mikrofonokat sikerüljön belerakni a dolgokba. Ennek ilyen hangja van, és összehasonlításképpen az AirPodsnak pedig ilyen hangja van. Szóval a kettő között a különbséget azt most ti is meg tudjátok mondani, bár meg kell, hogy jegyezzem, sokkal kellemesebben érzem magam, miközben ezen keresztül kell beszélnem mondjuk egy telefonhívás közben, mert ugye, ahogy említettem, ez teljesen kiszűri a zajt. Ez nem nagyon szűri a zajt. Ez egyes szempontokban nagyon rossz, másik szempontokban viszont, hogyha azt nézzük, hogy most hangfelvételre van szükségem, tehát azért valamennyire szeretném hallani, hogy például én hogyan beszélek, vagy telefonhívás közben feltétlenül nem lennék annyira szomorú, hogyha hallanám azt, hogy én pontosan hogyan hallatszom, de nem feltétlenül szeretnék se suttogni, se ordibálni, amit nem nagyon tudsz megállapítani akkor, hogyha a füledben van dugaszolva egy ilyennel. Szóval míg zenehallgatásra egy zajszűrős cucc az jobb tud lenni, kommunikációra én inkább használok valamit, ami beengedi a külföldi zaját.
külföld, külvilág. Mivel nyilván őszinték vagyunk egymással, nem akarunk hazudni egymásnak, mert annak semmi értelme nincsen. Megéri-e az FYE5-öt megvásárolni, ha szeretnél teljesen vezeték nélküli fülhallgatót? Nos, amennyiben nem hallgatsz túlságosan sok zenét, gondolok én itt arra, hogy például nem jársz rendszeresen 3-4 órákat valamerre, ahol te folyamatosan zenét akarsz hallgatni, ez egy fülhallgató, ami szerintem megéri az árát. Abban az esetben viszont, hogyha neked ilyen nagyon hosszú sessionjeid lennének, ahol te szeretnél folyamatosan zenét hallgatni, akkor valami olyanra optolnék be, aminek hosszabb akkumulátor üzemideje van, legyen az egy AirPods, vagy ami még annál is jobb ilyen szempontból, az egy Galaxy Buds, mivel annak a fülhallgató üzemideje az még jobb egyébként, jó, legjobb tudomásom szerint az AirPods-é, szóval inkább akkor azok felé kacsingas, bár nyilván van azok jóval drágábbak, szóval hogyha az ár lenne az, ami főleg megszabja nálad, hogy mit vásárolj, akkor teljesen őszintén tudom mondani, hogy ez egy nagyon jó választás tud lenni, teljesen a fülben marad, nincs kis szára, ami lejön, hanem benne van a füledben, jól szigetel, jó hangja van, és a kis gombokat is lehet rajta használni arra, hogy tekerje zenét, illetve hogy hangerőt szabályoz. Szóval nem is tudom, hogy mit várhatnánk még el egyébként emellett. Én teljesen meg voltam velük elégedve, és szerintem ti is meglesztek, hogyha vesztek egyet. Köszönöm szépen, Blitzwolf, és lehetek jók! Miért néz ki úgy, mint egy kapszula?